Gratulálok, a dobogó már megvolt, ma bebiztosítottátok a második helyet, azért az ezüst csak szebben csillog, mint a bronz, nem? Hát igen, mondhatjuk így is. Igazából tudtuk, hogy a dobogó már megvan, ugye a konferencia ligában már indulunk, de úgy voltunk vele, hogy ha már utolsó hazai mérkőzésen tudunk játszani, akkor mindenképpen meg szeretnénk szerezni ezt a második helyet. És azóta ünnepeltek, hogy zajlott eddig? Hát igazából nagyon jó hangulat van, de igazából az egész meccsen az volt, tehát ház előtti, nem tudok erre mit mondani, nagyon jó hangulat volt. Beszéljünk kicsit a szezonról, ugye te januárban igazoltál ide, amikor ide jöttél, mire számítottál és ahhoz képest mit kaptál itt? Hát ugye Debrecenben nem úgy alakultak a dolgok, ahogy terveztem, aztán volt ez a kecskeméti megkeresés, és azt mondom, hogy szerintem még túl is szárnyaltam azt, amit én elvártam magamtól, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a jövőben. Mert már akkor is jól állt a Kecskemét, azért ha valaki azt mondja neked, hogy itt a szezon végén ezüstérem lesz, akkor mit mondasz neki? Hát igazából sokan lenézték a Kecskemétet, sokan azt hitték, hogy kieső csapat lesz, de én ahogy láttam a játékukat, már Debrecenben is, amikor ott voltam, akkor láttam, hogy igazából egész jó csapat, és tényleg örülök, hogy itt lehettem, és megszereztük a második helyet. 6 gólt szereztél, mennyire vagy elégedett az egyéni teljesítményeddel itt tavasszal? Hát tényleg azt mondom, hogy túlszárnyaltam, amit ugye Debrecenben nem úgy ment. Szerintem itt azért kijöttek jól a dolgok, hát és magammal úgymond szerintem meg vagyok elégedve, lehet, hogy 1-2 góllal még többet rukottam volna, de elégedett vagyok. Akkor első NB1-es szezonnak soha rosszabban? Hát igen, mondhatjuk így. Igen. Ugye ma még majd folytatódik az ünneplés a szurkolókkal együtt. Mire számítasz, milyen lesz? Kemény lesz? Hát nem tudom igazából, mert én majd utána megyek haza, úgyhogy nem iszok valószínűleg. Úgyhogy, de ez, ennek ellenére biztos, hogy nagyon nagy ünneplés lesz. Ugye te Torinóban vagy itt kölcsönbe. Kaptál-e itt a szezon közben egyébként visszajelzéseket onnan, az itteni teljesítményeddel kapcsolatban? Nem, igazából nem nagyon beszéltem velük, meg a menedzsereim sem nagyon. Igazából úgy voltunk valami, a szezon végén úgyis leülünk, és akkor beszélünk, meg úgyis elmondják, hogy mit láttak, és akkor meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Akkor ezek szerint a jövődről még nem tud semmit? Nem, semmit még. És vannak-e egyébként céljaid, vágyaid? Maradnál esetleg itt szívesen, vagy örülnél, ha visszahívnának? Mi van ezzel kapcsolatban a fejedben? Hát és nyilván mindenki örülne, hogyha visszahívnának, és ott tudna bizonyítani Torinóba. De én úgy vagyok vele, hogyha még egy év szezont itt töltök, szívesen maradnék igazából, úgyhogy nem vagyok ellenére ennek se. Ha már kiharcoltátok, akkor kipróbálnád magad a konferencia ligában is? Hát persze, egyértelműen.